sátorban kerékpárt szerelünk most a Bring Ambulancia program keretében. Ez arról szól, hogy a nyári fesztiválokon, mint Művészetek Völgye, Sziget, vagy épp most itt Bánkító, kerékpárokat szerelünk ingyen, adományért, és közben megpróbáljuk az embereknek is megmutatni, hogy miként tudják megszerelni otthon is a bringájukat. Hozzuk meg ide a sátor alá is, de van nekünk cuccunk. Ja, jó. De ügyesek vagytok, az jó lesz majd később nektek. Tudtak foltozni amúgy? Nem. Na, azért most megtanuljátok, ide. És akkor utána azt tudjátok használni, most kapok ingyen foltot. De jó. Szóval lapos a kereked. Hát egy defektet lesz valószínűleg. Ehhez, hogy megszereljem, ki kell vennem a kereket. De a fék nem engednék ki, mert vastag a gumi. Kiakasztjuk a bovdent belőle. Ezt össze kell nyomni. És ugye a benne lévő belsőt kell kiszedni, ez pedig erre a szerszámra lesz szükségünk. Befeszítem ide a külső és a felni közé az egyiket, mellé rakom a másikat, és kihajtom. Elvált a külső pereme, és akkor végig lehet ezt is feszíteni. Szabadon van az egyik perem, emellett kihúzható a belső. A szelepnél kezdjük. Akkor kijön végig. Ha már egyszer kiszedtük a belsőt, akkor meg kell tálnunk, hogy hol lukat ki. Először felpumpáljuk, és itt is van a luk. Megvan? Attól függ, hogy melyik oldalán volt a luk. Meg kell nézni, hogy a felnit, hogy a külső belső oldalát, hogy nincs benne még a beleragadt tüske, vagy nem sérti a felni valahol a belsőt. Ha ez megvan, akkor elkezdhetjük a javítást. Ezt a felszínt, a luk körüli felszínt le kell elég alaposan csiszolni. Azért, mert az anyag, amivel majd megragasztjuk, elsősorban nem rögzít, hanem kezeli a gumit. Egyenletesen elterítünk rajta egy adag ragasztót, akkor félre kell tenni kb. 5 percre, és várni, amíg megtörténik ez a folyamat. Megtörtént a vulkanizálás. Tapaszt úgy kell föltenni, hogy a luk nagyjából a közepére kerüljön, de emiatt ne kerüljön túlságosan szélre a tapasz. Most itt van a luk. Rágyengetem. Egy újabb 10 percig érdemes nyomás alá helyezni. Mindaddig kell csinálni, amíg ezt a fóliát eltávolítva nem jön vele már a tapasz. Úgy néz ki, hogy megszáradt, megragadt, úgyhogy lehet húzni a fóliát. Óvatosan. Jó. Szép épp a felszíne. Mehet be a kerékbe. Mielőtt elkezdenek betenni, betuszkolni, kis levegőt fújunk bele. Ezután fölé billentjük a külsőt. Végig kell így menni, és amiatt, hogy van benne kis levegő, biztosan nem fog megcsavarodni a belső. Elkezdjük visszatenni a külsőt. Érdemes két ponton csinálni, és akkor egymásnak ellent tart a két már felkerült abroncs vagy külső rész. Elértünk egy olyan pontot, ahol a kézzel már nem biztos, hogy fel fog rá menni. Akkor megint lehet használni az eszközt. Nagyon kell figyelni, hogy a belső megint ne kerüljön a felnés az eszköz közé, mert ilyenkor elnyírná. Akkor vissza lehet tenni a bringába. Arra érdemes figyelni, hogy a gyorszár az a villa mellett fölfelé álljon, mert ilyenkor a legkevesebb esély arra, hogy valami külső hatás mellett közben kinyissa. Készen vagy ezzel, akkor csak pumpálsz egyet. 3,5-3 bar. Ilyen széles keréknél, ahol meg még keskenyebb kerék van, ott meddig még magasabb lesz ez a nyomásérték. 7, akár 8-9 bár is lehet ez az érték. Osztáld egészséggel. Köszönöm szépen. Szívesen, jó utat.
szétszedtem pár bicikli csapágyakra, összeraktam, és akkor a élmény volt, hogy évek óta nem tudom abba hagyni. Amit egyszer szétszedek, azt megnézem, hogy szedtem szét, és úgy rakom össze, és utána már minden megy. Eddig még nem találkoztunk olyan kerékpárral, aminek normálisan be lett volna olajozva a lánca, pedig ez alapvető fontosságú. Száraz időben való kerékpározásnál nagyon sok por összegyűlik a láncon, és hogyha az ott marad és bemegy a láncszemek, illetve a görgők közé, akkor az hosszú távon elkoptatja a láncot. Olajozás előtt feltétlenül el kell távolítanunk a láncon, illetve a fogaskerekeken lévő szennyeződést. Segítségünkre lesz egy ilyen direkt erre a célra készített kefe, de akár egy csavarhúzóval és egy körömkefével ugyanígy elvégezhető ez a művelet. Érdemes valamilyen éles vagy hegyes eszközzel forgatás közben kipucolni, és ezt elvégezni minden fogaskerék között. A váltó görgőjéről is hasonlóképpen szedjük le a szennyeződést, a láncot hátrafelé hajtva, a görgő széléhez tartva egy csavarhúzót vagy valamilyen hegyes műanyag eszközt, le lehet szedni a ráragadt szennyeződést. A lánc tisztítása után be kell olajoznunk a láncot. Ez mindig úgy történik, hogy a láncnak a belső oldalát kell végigolajozni, ami kapcsolódik ugye a fogaskerekekkel. Tehát az alsó láncvonalon érdemes csinálni. Az a fontos, hogy minden görgőn legyen egy kevés olaj. Enyhén nyomva, folyamatosan tekerve a láncot, végig tudjuk olajozni a görgőket. Most ugye elkészült a kerékpár, egy-két dolgot kijavítottunk rajta, amit elindulás előtt érdemes megnézni mindig. A guminyomást, ezt lehet így kézre, de lehet külön ilyen nyomásmérő dolgot is kapni. Küllőfeszességet azt nem kell minden elindulásnál ellenőrizni, inkább csak akkor érdemes, hogyha 8-as látunk a kerékben, amit akkor tudunk megnézni, hogyha megforgatjuk, és általában a fékpofához képest látszik a legjobban az, hogy van-e benne valamilyen eltérés. A következő pedig az, hogy megnézzük, hogy az agy maga kotyog-e. Ezt úgy lehet megnézni, hogy gyakorlatilag oldalra megpróbáljuk megmozgatni a kereket, és hogyha egy kicsi remegést vagy kotyogást hallunk, akkor az nem jó. A második, amit érdemes ellenőrizni, az a fékrendszernek a működése. Az első fék az a baloldali fék, általában a hátsó a jobboldali. Mind a kettőt érdemes elindulás előtt ellenőrizni, hogy nem ér-e hozzá a gumihoz, illetve hogy amikor csak a kerék simán forog és nem fékezünk, akkor nem ér-e bele a felnibe. Általában az 8-asnál szokott lenni, hogy periódikusan beleér. Meg kell nézni azt, hogy itt a fék környékén nincs esetleg kirojtosodva vagy elszakadva a bob, de még az szokott egy probléma lenni. A harmadik, amit érdemes megnézni a kerékpáron, az a láncnak az állapota. Elsődleges szempont, hogy hát ugye legyen olaj. Mert hogyha nincsen rajta olaj, akkor könnyebben elkopik a lánc, és gyakorlatilag a megnyúlt lánchoz hozzá fognak kopni a fogaskerekek. A kerékpárnál a váznak a magassága az elsősorban a belső lábhoztól függ, és ehhez választjuk magát a kerékpár vázat, milyen méretű legyen, és utána pedig tudjuk finom hangolni a kerékpár méretét a nyereg, kormányszál, illetve a kormánynak az állításával. Elsőként a nyereggel érdemes kezdeni. Ezt úgy kell beállítani, hogy amikor fennül az ember, akkor kényelmesen sarokkal elérje a pedált tekerés közben. Ez azért fontos, mert hogyha sarokkal éppen eléred, akkor a láb első részével, ahogyan teker, sokkal nagyobb erőt tudsz majd kifejteni, anélkül, hogy a csípőd mozogna a nyergen. Ezt úgy tudjuk állítani, hogy a nyereg mögötti állítócsavart meglazítjuk, és utána finom mozdulatokkal gyakorlatilag lejjebb nyomjuk a nyerget a vázban. Az a fontos, hogy mikor beállítottuk, akkor ugyanúgy egy vonalba essen a váz felső csövével a nyerek. A kreszben előírt felszereléseket fel kell tenni a kerékpárra, ami egy hátsó fényvisszaverő és villogó, ami piros színű kell, hogy legyen, egy első fehér fényű lámpa, illetve egy borostyán sárga fényvisszaverő prizma az első keréken legalább egy darab.
valamint elengedhetetlen, hogy az embernél legyen egy csengő. Nem mondom azt, hogy hazamegy valaki most ezután és egyből be fogja állítani a váltóját, viszont biztos, hogy kicsit közelebb hoztuk a saját kerékpárjához azzal, hogy ő is segített beállítani, fogta a váltót, ami mi a Bovdeneket állítottuk. Mostanában megint rákaptam, hogy ne csak kint vidéken legyen kerékpárom, hanem itt a városban is. Szerintem egy nagyon-nagyon egészséges eszköz. Nem beszélve arról, hogy kifejezetten nekem, és szerintem nagyon sokaknak körömet okoz, hogy a saját fizikai erőddel tudsz közlekedni. Nem kell hozzá gép, hát nyilván egy kis fizika kellett hozzá, de azon kívül a saját erőd az, ami téged ide-oda akárhova elvisz. Sokkal gyorsabb, mint a tömegközlekedés. A kerékpár én szerintem nincs sem korhoz, sem nemhez, sem társadalmi ranghoz. Igazából semmihez nincs kötve. Hogyha kerékpárod van, akkor fogod magad, odaállsz a piros lámpához, és amikor zöld, akkor elindulsz, és akkorra érsz oda, amikor te akarsz. Hogyha gyors szeretnél lenni, gyors vagy, ha csak tekereksz, akkor tekereksz. És így pontosan ki tudom számolni, hogy ide a munkahelyre ide érek. Egy 15 perc alatt hazaérek, 15 perc alatt. Se kocsival, se BKV-val, semmivel nem lehet kiszámolni, hogy mennyi idő alatt érek oda egyedül kerékpárral. Mit kell tudni egy kerékpárosnak? Hát ugyanazokat a szabályokat, mint amit a többi járművezetőnek tudni kell. És itt sokszor elmondjuk, főleg gyermektársaságban, gyermekek előtt azt, hogy ezeket a szabályokat meg kell tanulni, ezeket a szabályokat be kell tartani. 10 000 forintba kerül ma majdnem egy bérlet. Egy családban 2-3 bérletet vesznek meg a gyerek, hát az már egy fél fizetés, vagy még több. A közlekedési ismeretek ma már alapintelligenciánk része kell, hogy legyen. A kerékpárosokról szóló passzus előírja azt, hogy hol kell a kerékpárosnak közlekedni. Na most, hogyha a kerékpárút kerékpársáv van, olyan lehajtósáv, lassítósáv, akkor mindenféleképpen ezeket kell elsősorban igénybe venni. Milyen útnak tűnik? Ott folytatódik a sárga, fel van rajzolva, csak messze. Ha valaki kerékpárra ül, szerintem 1-2 nap alatt belejön a közlekedésbe. Én legalábbis így voltam vele. A Kressz azt mondja, hogy járda nem kerékpározunk. Van egy eset, amikor kivételt teszünk, akkor, amikor a közút alkalmatlan valami oknál fogva, vagy akkor a sár víz van rajta, vagy átépítés alatt áll, akkor maximum 10 km per óra sebességgel a járdán is lehet közlekedni. Cili, álljál meg, gyere, gyere vissza! Gyere ide vissza! Az ott a gyalogosoké, ez meg a gépjármű! Te egy gépjármű vagy! Gyere szépen vissza és waitingeljél! Az irányjelzést karral láthatóan, jól láthatóan jelezni kell. Szívem, kéz! És onnan balra nagy évben kanyarodva, ha kell többször hátra nézve, ha kell többször irányjelzéssel kell ezt végrehajtani. Behajtani. Mi? Hol? Hát ott is, meg ott is. Nem, Cilike, csak ott behajtani tilos, ott nem behajtani tilos. Ahol ezeket a közúti jelzések engedélyezik, ott minden további nélkül a kerékpárosok a járműforgalommal szemben is behajtatnak a nekik számító jobb oldalról. Amennyiben a kerékpáros jel nincs kitéve egyik oldalon sem, akkor itt tilos kerékpározni. Én úgy érzem, hogy egyre inkább toleránsak a gépkocsik, a gépkocsi vezetők. Tudomásul veszik, hogy megjelentünk a városban, hogy nem egy-két kerékpár, hanem elég sok kerékpár, szinte minden lámpánál ott a kerékpár. Nem kell félni a közlekedéstől egyébként a városban sem. Azzal, hogy sokan kerékpároznak, ma már Isten tényleg egyre többen, a kocsi vezetőknek is a hozzáállás egy kicsit más lett, mint amikor elkezdtek a városban. Néha egy-egy fehér holló kerékpár megjelent.
azóta nagyon sokan kerékpározunk, és elég sok a kerékpárút, és oda kell figyelni egymásra. Egy közösség legyen az autós és a bringás, meg a motoros, a taxis, mindenki, és figyelnek egymásra.